Halló? Szevasztok! Üdvözlet mindenkinek! Micsoda stream lesz itt ma, kérem szépen. Ki tudja, mert hogy az a baj, hogy én sem tudom még teljesen biztosan, hogy ez nagyon-nagyon jó lesz ez a játék, de minden esetre kíváncsivá tett. Azt tudjátok, srácok, hogy az ilyen jellegű kalandjátékokkal mi nagyon szeretünk játszani, tulajdonképpen fel sem tudom sorolni, hogy hányféle ilyen játékkal játszottam én is, Jani is. Most egy olyan játékról van szó, ami tegnap jelent meg egészen pontosan. Tegnap érthető okokból nem játszottunk vele, mert podcasteltünk Szenya Nessájjal. Ez a játék a Paradise Lost, ami egy ilyen második világháborús, bunkeres, walking szimulátoros, nyomozós cucc. Reménykedünk benne, hogy tartalmaz némi ijesztő, misztikus és egyéb jelenetet is, és hogy érdekes története lesz. Nem tudom, én úgy vettem észre, hogy ti szeretitek az ilyesmit. Mi szeretjük az ilyesmit, úgyhogy ezek a játékok általában indie game-ek. Nem azért mondom, srácok, de én meglepetten tapasztaltam, hogy ez egy 8 eurós játék. Szóval ennek fényében nézzünk rá, hogy vajon mit tud. Vagyis nem 8 eurós, csak most annyi. Most akciós. Nem tudom, mi van vele, igen. Úgyhogy ki fog derülni, hogy milyen. Nem egy drága cucc, reménykedjünk benne, hogy de legalább jó. Közben a Zsutya Gamernek köszönjük szépen a 26 hónap frezgzást. Húsi Bogyónak a 25 hónapot, Chris Camnek a 4 hónapot, Dante köszi szépen a giftet, Tafeknak Mark köszi szépen a 45 hónapot. Én sem tudom, Mark, tehát biztos, hogy van egy tegnap vagy tegnap előtt lett 44 hónapja, hogy feliratkoztál. Ezt ő is tudja. És most 45 hónapja feliratkozott, tehát ezt nem értem. Sifi köszi a fél évet, Gigi az ezüst becshez, Legath köszi a 18 hónapot, Gerix köszi a 38-at, Zoltán Péternek köszönjük az 1 év támogatást, nagyon szépen köszönjük neked, és gratulálunk ehhez a szivárvány becshez, amivel az első évesek büszkélkednek. Kriszkám köszi a csírt is, Gémarcenak köszi a 10 hónapot, Blackjack köszi szépen a csírt neked is. Szerintem nézzük, hogy milyen ez a játék, jó? Muszáj lesz. Úgyhogy én elmegyek a play, minden, meg game. Azt mondja, Steve, várj egy kicsit. Megadod neki, vagy nem? Mondjad, mit akarol? Figyelj, hozzáfér, mindjárt jönni. Hozzá fog férni a testemhez. Ellopja a bankkártyádat. Ellopja a bankkártyádat, érted? Elküldi a futárcégnek, kiszállítják nekem a vírust, amit az applikáción keresztül kapsz el. Na, én elmentem, hogy play, srácok, lesz, ami lesz. Tudtad, hogy amúgy a vakcina, amit beadnak, igen? A kamerát adják belé. Tehát beléd oltanak egy kamerát a vakcinával? Én nem tudom, én Angelika Happantrontól hallottam, hogy etilógiailag a vakcina az egy vakcina. Ennyit tudtuk meg tőle, és tudjuk, hogy ő nagyon okos. Na, álljátok egy picit, mert itt Allo Access van, ahogy szokták mondani tanult kollégáink, akik dit meccseznek egész nap. Szóval Paradise Lost. A menü ismerős lehet, tehát ez is PUBG. Tehát Unreal Engine megcsupaszítva, ahogy lenni szokott, csak legalább 8 óra nem válunk többet. Na, így van egyébként, Somiho, mindenkiből kamerás Iván lesz, hogyha beoltják. Köszönjük szépen, elég. Azt mondja, a kamera sensitivity. Vigyázzál, ilyenek vannak. Dynamic FOV, az nem tudom, mit jelent, de félek tőle. Crosshair ne legyen, mert ki használ crosshair. De most komolyan, az égvilágon senki. Nézem, hogy van-e nekünk rezolúciós beállítás. Szerintem ez így. Van ennél? Várjál már egy kicsit! Ultra kill! Így. Így. Akceptulj. Az ultra kill az már jó lesz nekünk. Na, szóval, közben Sputnyanak köszi a csírt, Norbinak is köszönjük szépen a csírt, nagyon köszönjük a verkoikon, köszi a 28 hónapot, Vidám Kolbász, köszi a subgiftet. Rámentünk, hogy új videójáték, srácok. Várjál! System Schreiber! Geschellenschaft! Ajaj, ez durva lesz. Nem tudom, hogy állítottam a feliratot, vagy nem. Majd kiderül. Terminál Datenbuilder. Authorize. Security scan in progress. Scanning location level 1. Unauthorized individuals detected. Identifying.
biometric data unavailable, proceeding emergency lockdown. Úristen, nem engedélyezett hozzáférés. Manual override, enemy only, igen, channel 63. Hallgassatok csak? Valakit éppen megcsinálnak az étkezdében? Kiderül, ez az egér, ez indokolatlan. Közben Mond Joy a Herald közé szépen, Titkos Petifal közé a 38-at, és Norvi köszönjük az 5-ös subgift bombot mindenki nevében, aki kapott. Nagyon köszönjük szépen. Tél van. Ennyit tudunk. Egyelőre. Ma Kesznek is köszönjük a 47 hónapot, Hajfestéknek is köszönjük a 38-at. Egyik a hó. Ezek tankok. Meg bombákok. John Milton. John Milton. Nem volt az ördög az ördög ügyvédjében? John Milton. Nagyon örülök. Ez egy maci. Oké, de azt... De őt is John Miltonnak hívták, azért mondom. Egy költő, értem. Szemüveg, maci... Ez egy kiborult bőrönt. Ő írta az elveszett paradicsomot. Kákati, ez egészen fontosnak hangzik, tekintve, hogy az a játék címe. Köszi! Köszönjük, Juresz, a 80 napot neked is. Lábnyomok a hóban. Köszönjük, Kovia Csírt. Denial. A tagadás. Üte! Tehát Vajk az ő lábnyomait láttuk a hóban, aki megtalálta ezt a Bunkerovsky bunkert. Várjátok, egy kicsit érzékeny az egér. Nem fog menni a headshot. Kamera sensitivity. Hát igen. Jó legyen. Szóval itt van ez a bunker. Várjátok, nézzük meg, hogy van-e feliratunk. Master, SFX volume, dialogue volume, volume, overall quality, foliage, nincs ilyen beállítás, ugye? Nincs. Jó. Zsír. De ez nem horror játék, igen? Én nem mondom, hogy teljesen nem az. Csak, tehát kecére nem le... Nem megyen az ippó. Oh. Nie płacz, synku. I'm scared of the dark too. This is how we fight it. See? Kivel beszél? Mm. And now mommy's going to make it all warm and cozy and you tidy up your toys, dobrze? Tehát egy kisgyerekhez beszél az anyja. Warming no time. Nobody likes when it's cold, right? Aki éppen magyarázza neki, hogy a sötét elem az öngyújtóval küzd. Hát igen. But that's what being a mom is all about. Being boring. Time to sleep, little one. Aludni kéne. No matter how dark the night, the new day sun will rise. Amienta jöttem. Ez a top... Milyen nyelven beszél ő most? Lengyelül. Lengyelül tolja. És ez egy német bunker. De erre csak visszaemlékezett?
Oké, ez az öngyújtó, ez egy, már valami talált öngyújtónak tűnik. Feltételezzük, hogy a hölgyel vagyunk, aki a gyerekhez beszélt. Ez talán a volt csaták hangjai, ez mi ez? Ez egy MG42-es gépfegyver, és ez valószínűleg egy ilyen géppuska fészek ablak lehetett, ami azóta befagyott. Van ajtó. Na tessék, abban a pillanatban papír. Május 19, 1960. Hölgy, akkor ez a világháború után van. I'm afraid more is continued. Igen. Igen. Tehát készülnek arra, hogy összecsapjanak az ellenféllel, igazából. Felhalmoztak egy csomó fegyvert, és egy titkos missziót hajtanak most jelenleg itt végre. Vagy hajtottak volna, mielőtt az történt velük, ami, mert jelenleg nem néz ki túl jól a helyzet. Bár tudnánk, most milyen évet írunk. Ha erre is lehetne tovább menni, de itt még van egy kis szoba. Azt mondja, hogy surveillance report. Aha, jöjjárat, aki igazolta, hogy semmi különös nem történik. Tehát most what the... Tehát ez szerint a könyv szerint, az elveszett paradicsom szerint valami máshogy történt? Mert ugye a mi valóságunk szerint 1960-ban annyira már nem volt második világháború, de lehet, hogy itt még tart. Nem vágom, az a baj a történetet, én nem olvastam ezt a könyvet. Micsoda? Az elveszett parancsok. 1667-es könyv. Oké. Nem vágtam, hogy ennyire régi. Azt hittem, hogy írodott egy ilyen erről a történetről, azért tudja valaki, hogy mondjuk, aki mondjuk azt állítja a chatben, hogy 1960-ban lebombázta atommal Németország Lengyelországot. Gondoltam, onnan tudja, mivel, hogy máshonnan ilyen információról én nem tudok. Érted? De... hát igazából semmi sem történt. It's nothing. Ez már a gyerek, gondolom, egyre nő. Igazából a visszaemlékezések a gyerek szemszögéből vannak, tehát következtethetnénk arra is, hogy a gyerekkel vagyunk, és arra emlékszik vissza, hogy a mutárja tanítja túlélni. Mom? Who's this? It's no one. Do you understand? It's no one. Atya világ. Lehet, hogy az apukája lehetett? Várjatok. Mi van? Szóval a plotban van benne, a játék plotjában, hogy 20 éve vagyunk, vagy 20 éve telt el, hogy leatomombázta Németország Európának részét. Tehát ez egy, ez egy fiktív történet, miszerint leatomozták Európát, többek között Lengyelországot is, és azután vagyunk sztoriban, hogy leatomozták. Hát ez remek, remek. Laufsteg! Biztos. És mondjuk nem... Igen.
ez eddig nem kecsegtett túl jóval, hogy van egy kurva nagy gomb, amit már csak azért sem lehet megnyomni, mert azt mondták a fejlesztők, hogy nem, nem. Mindegy, eljövünk ide oldalra, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Rengeteg sok kapcsoló, meg mindenféle szar van ebben. Ez ilyen vezérlőteremnek tűnik nekem. Elég durván. Itt bent van egy panel, ami eléggé fő panelnek tűnik. Mi? To interact, move cursor toward the... Érted? Érdekes. Wow, miért van riadó? A kurva faszba, hát mekkora ez a terület, te jóságoség. Van szignál. Az, tehát hogyha ez a van szignál, az a vészjelző. Az Kengik, az az engage. A Widerrufen, az meg a kikapcsolás. Zsír. De legalább most már nem kell az öngyújtó. Ezek metrószerelvények. Meg minden. Ez a lift? Aha, a lift. Zsír. Látszik a lábunk? Látszik, tök jó. Norvi, köszi szépen ezt a baszó csírt. Potios Meister, köszi szépen, Kazuális, Zsoca, Lumière, Kovi, nagyon szépen köszönjük. Ilyen érdekes interakció, látjátok, hogy megfogom a kart, és akkor így le kell húzni, és akkor sikerül. Amúgy játék egész jól néz ki, nem? Nekem tetszik. Mármint így kivitelezésre egyáltalán nem rossz így vizuálisan. Tehát az a muter, akkor most már biztos, hogy a fióval vagyunk, maradjunk ennyire, ennyire. És azt mondta arra a csávóra, hogy az senki. Ez a 0-0-as Gesellschaft. És mi a négyest keressük. Tehát ez a 0-0-as, mi a négyest keresünk. Tehát akkor tulajdonképpen ez a gyerek, aki a muterjára emlékszik folyamatosan vissza, és a fénykép és az, hogy hanyas terület ez, abból arra következtetek, hogy a férfit jött megkeresni, és megtudni, hogy ki volt ő. Micsoda felelvények. Killer Stroke, köszönjük a 7 hónapot. Ezek aha, egyértelműen ilyen utaskocsik, ezek nem úgy tűnnek, mint hogyha ilyen katonai szerelvények lennének, vagy bármi hasonló. Ó. Oh. Mindjárt kikövetkeztetjük a sztorit. Oké. Okay. Annyi jó, hogy sprint nincs benne. Tehát ez jó jel. Ott van egy bőlönd. Aha, ebben is egy papír van. Mindenben egy papír van. Drága nagymama!
Drága Augustin, remélem a nyírkos idő nem rontott a tüdőgyulladásodon. De bocsánat, ez nem ez. Kedves nagymama, nem hiszed el, hogy kijött velem a vonatron. Greta Müller. Ja, basz, mindegy. Ó, éppen az ő lemezét tetted fel nekem korábban, tehát valószínűleg egy énekes. Annyira elegáns. Nagyon bírám, ha beszélhetnék vele, de külön kocsia van, és senkit nem engednek be. Igen. Igen, és az egyik rajzoló, vagy kartúniszt, az karikatúrista, abból az újságból, amit mindig olvasol, úgy szintén itt van a vonaton, rajzolt egy képet a Führerrel is nekem. Bár egy kicsit vékonyabbnak ábrázolta Göringet, mint amilyen. Nagy, micsoda? Igen, micsoda öröm, hogy ennyi tehetséges ember egy vonaton utazhatok. Sajnálom, hogy nem köszöntem el. Pont akkor jöttek, micsoda? Akkor jöttek, amikor éppen nem voltál otthon, nagyon türelmetlenek, és hát bunkók voltak, nem olyanok, amilyennek képzeltem őket, de legalább megígérték, hogy elviszik neked ezt a levelet. Annela. Ez egy levél a vonaton utazó. Valaki jött érte, és elvitte vonattal Adelát, és nem tudott elköszönni a nagymutárjától. Tehát valószínűleg voltak emberek, akik fontosabbak voltak, mint a többi ember, akiket kimenekítettek az atombombázás elől. Jól gondolom? Vagy legalábbis erre következtetnék a papírból, hogy türelmetlen és bunkó emberek jöttek, és azt kérték, hogy pattintsa össze magát, aztán indulás is, mert menni kijelj. Kolonist, látjátok? To all kolonist. Igen, tehát minden kolonistoknak hívnák azokat, akiket kimenekítettek. Ezekben a Gesellschaftokban csak egy bőrönt per ember engedélyezett, minden más érkezéskor kivágnak a faszba. Igen, és hogy ezt be fogják tartani, ezt a szabályozást. Tehát mindenkinek egy bőröngye lehet. Az is lehet, hogy valakiket betelepíteni akartak a rádióaktív részekre. Fogalmam sincs, még nem tudjuk, csak próbálok logikázni. Ó, egy csészécske nem tört el. De vajtok, és ezt nem lehet forgatni, hogy ilyesmi? Érdekes. Ez a Gesellschaft, ez társaság? Köszi, fikapitány! Nem vágtam, a németem az csiszolásra szorul. I'm leaving, do you hear me? And you're not going to stop me. Ha itt akarja hagyni a muterját. I don't want to spend my whole life. Nem akarja itt lejelni az életét. Ez egy ilyen meneki, ez egy ilyen bunkerszerűség. Mama, are you okay? Összeesett a mutárja. Itt már idősebb jóval. Mamusú? Ó, oh, tehát így halt meg a mutárja. Összeesett és meghalt, miközben ott akarta hagyni. Jó van, na bocsi már, hogyha szarul fordít, akkor nem muszáj. A fejembe is tudom csinálni. Faszom. Oké. Okay. Mr. Bachhuber. Egy szívességet szeretnék kérni, azért írok. Igen, mindegy, szabadkozik, hogy miért kell szívességet. Aha, valószínűleg az első dolga az lesz, hogy kivágja a fát, ami az udvaron áll. De a családi madarak ott fészkeltek le. Először mindenképpen szeretné, hogyha a fészket áttelepíteni, mielőtt kivágja a fát. Utóirat. A következőnek jó lenne, hogyha vásárolná egy olyan vonatjét valakitől, aki hasonlít rá. Mert hogy most nem ezt tették.
Tehát akkor itt is ment a bingizés. Helyet cseréltek az emberek, olyanok is, akik nem is hasonlítanak egymáshoz. Spiritus! Akivel nem volt spiritus, az öntött magába. Zsomen, köszi a 19 hónapot, halott angyal, köszi a 2-t. Nagyon szépen köszönjük. Ez is egy ilyen... Leopoldnak hívják a vónatot? Itt van egy kallantyú. Igen. Kedves Leopold! Aha. Hányszor imádkoztam azért Istenhez, hogy... hogy bárcsak ne látnám azt, ami előttem zajlik. Egy sima gépész vagyok, és azt csinálom, amit kértek tőlem, de a szívemben de tudtam, hogy egyszer eljön a nap, amikor meg kell fizetnem azért a sok évért, amiért félrenéztem, úgymond, és nem láttam, mi van előttem. Az fáj a legjobban, hogy most, hogy eljött ez a nap, önnek kell szenvednie helyettem. Ma elveszítek egy barátot. Az a baj, hogy szerintem nem történhetett volna másképp. Talán, hogyha lett volna bátorságom ellent mondani a parancsaimnak, együtt tehettük volna meg ezt az utolsó utat. És így köszön el a régi barátjától, és sajnálom, hogy így lett vége. Tehát ez a Leopold kapta. Aha, itt feljött ez a platform ide. Zsír. És akkor mire való ez a kar? Aha, érdekes. Köszi szépen, Gege, a subgiftet. És halott angyalnak még egyszer köszönjük a 2 hónapot. Ma lássuk. Tehát feljött ez a platform. Érdekes, hogy ez a vonatot hívják Leopoldnak, vagyis rá van írva. Amivel ugye át tudták mozgatni a mozdonyokat. A másik részre. Kérdés, hogy mi van itt? Aha, ott van egy kallantyúja, látom? Talán azzal haladunk tovább. Ez törte össze a jeget, akkor ezzel tudunk lemenni. Ó, oh, azt hittem sose indul el. Faszom, ez egy föld alatti város. Először azt hittem, hogy kimentünk a szabad térre, de nem. Ez a föld alatt van. Baszki öcsém. Kemény. És milyen nagy szobrok vannak itt meg minden. Tehát akkor próbáljunk gondolkodni, srácok. Tehát a föld alatt építettek ekkora városrészeket, és valószínűleg ezek a városrészek, amik a föld alatt vannak, ezek vártak benépesítésre, és a kolonisták, akikről eldöntötték, hogy ők túl fogják élni, ide menekítették őket az atomtámadás elől. Ide le. Legalábbis valami ilyesmire következtetek.
Csak az az érdekes, hogy amennyiben ez történt, srácok, azt még úgy meg is érteni. De honnan van itt hó? És mi történt itt lent? De srácok, az atombombázást biztos, hogy a németek csinálták, mert egy csomó levélből úgy van, hogy ha bár mondjuk, de attól lehet még, hogy ők menekültek. Ők tudtak róla. Hogy lehet, hogy nem a föld alatt vagyunk, de biztos, hogy a föld alatt vagyunk, mert lejöttünk egy bunkerba, aztán végig egy nagy seften, aztán le, még lejjebb, egyre lejjebb. Ah, kösz szépen, öreg! Ez valami mi atyánk lehetett, vagy mi a szöth? Megint egy visszaemlékezés. Kaszmaszka? És akkor most indul útnak. Ő most fog útnak indulni. Fehér festék. És akkor ez a Nuclear Winter? Amúgy. Így indult útnak. Aha, és itt pedig kijöttünk abban a kocsiban. Visszaemlékezett, hogy elindult. Tehát ez gyakorlatilag a disztópia kihalt verziója. 01-es társaság, mi a 4-est keressük. Ugye megint fel fogja mutatni a képet, hogy a 04-esben éltek ők. Greta Müller, amiről szó volt. Várj egy kicsit. Ez egy ágy, nappali. És Greta Müller. Ez lehetett a Greta Müller külön kocsi, amiben beszélt a nagyanyjának az a nő? Igen. Drága Anya és Bartek. Amíg a vonaton voltam, folyamatosan a szomorú arcotokra gondoltam. A könnyekre, és ahogy integettetek nekem, megszakadt anyu szíve. Emlékezzetek rá, ez nem az első turném. És tudod, hogy tudjátok, hogy visszasietek a kis madaraimhoz. Tehát ez Greta Müller, az énekesnő, aki ír a gyerekeinek, mert eljött turnézni. Ezúttal egy nagyon különleges helyen fogok fellépni, és elképesztő ajándékot fogok hozni, amikor visszajövök, mármint a gyerekeknek. Vagy talán még jobb, megírhatjátok az álomajándékotokat, és mindent megteszek, hogy valóra váltsam. Anya, emlékezz, hogy vigyázz a kistesódra, a kisöcsédre. Nem sokára találkozunk. És hogy emlékeztek rá, hogy bármikor lejátszhatjátok az egyik lemezemet, hogyha hiányzik. Na mindegy. Tehát ezt írta a gyerekeinek az énekesnő, de ha tudta, hogy hova jön, akkor hazudott nekik.
ők lehetnek a gyerekek. Hát nem hagyná ott a gyerekeit J-Dex, és ha azt mondták neki, hogy csak ő jöhet, itt a hegedű, meg még egy-két dolog. És ha azt mondták neki, hogy, és ha azt mondták neki, hogy csak ő jöhet, és nem hozhatja magával a gyerekeit, akkor elmondanád? Hú, srácok, itt ez a hölgy, ez valamit ő szenvedett. Most lőtték magukat, de ki tudja miért. Lehet, hogy azért lőtte magát, mert nem tudta elviselni, nem? Inkább ott maradnál velük. Tehetsz-e mást? Mi történik? Bonyolult kérdés. Kákati, köszi szépen a giftet J-Dexnek. Nagyon szépen köszi. Marcan, köszi a 30 hónapot. Zoka, köszi a 11-et. The Metro Man, köszi szépen a subgiftet. Nagyon szépen köszönjük. Gegének is köszönjük szépen még egyszer a subgiftet. Aha. És itt volt a csomó szajré, amit magukkal hoztak. Ott lehet tovább csusszanni. Itt pedig át lehet menni a forgóajtó. Na jó. Valószínűleg ennek köze lehet a náci Németországhoz, de ebben még nem vagyok egészen biztos. Itt is egy papír. Nyuszi, meg minden. Edelweiss. Az a sör, nem? Ez egy vers. Nagyszerű, ügyes vagy. Bárki is írta. Micsoda épület? Na de várjatok, és mi van hátul, ahol csúszni-kúszni lehet? Most zavar engem ezt, srácok, hogy mi volt a másik irány, ahova lehet menni. Mert ott át lehetett csúszni a két cucc között. Igen, csak mondom, simán elképzelhető ez is. Most, hogy ide bejöttem, már nem tudok kimenni. Ó, hogy a faszom! Akkor itt elvileg ez egy choice, hogy merre mész. Zsír, akkor ilyen is van. Ezt furcsálom én is, Geri, a legjobban, hogy egyetlen holttestet sem láttunk. Ticket Shelter. Ticket. Ott van egy másik bőrönt, nagyon középen. Ezt valószínűleg ki lehet nyitni. Ez mindenkinek az egy bőröntje, és gondolom benne a történet. Megint egy kurva papír, hogy basznám, bocsánat. Lássuk, ez kinek a bőröntje. Letter of invitation. Hojojojojoj! Így néz ki a meghívó. Ilse Schmidt! We are pleased to announce! Nem. Angolul írták, semmi se feltételezi, hogy ezek németek voltak. Csak gondolom, de maradjunk a normál kiejtésnél. Örömmel értesítjük, hogy az elképesztő eredményeiért az anyaság területén meghívjuk a társaságunkba. Ön és más tagjai az Honor Cross of German Motherhood tagjai 1960. május 19-én csatlakozhatnak ide. Igen, ez a meghívó, így hívták meg. Így hívták meg, aki az anyaságért kapott kitüntetést, és ez volt a ticket. Ezt elraktam, ezt a ticketet. Ez egy hasonló ticket volt, srácok. Meg volt egy dátum. Olyan volt ez a ticket, ez. Egy ilyen cucc. Azért vittük magunkkal, mert ide kell vinni a pesét előbe. Érdekes. Ide a ticket shelterbe. Ticket shelter. Hatoljunk be. Vonatokról készült. Á, itt van, nézzétek a pecsét elő. Ez egy pecsételő gép. Aha, most már rajta van a pecsét a cucmucunkon. Azt mondja, hogy
Entrance instructions. Itt van, hogy mi kell ahhoz, hogy, beengedjenek ide. Mi a tököm az az Ausweis, srácok? Személyigazolvány? Mindegy. Mindjárt kiderül. Annak nálad kell, személyi, köszönöm. Személyigazolvány nálad kell legyen. Gyönyörű sorba kell állni az ablak előtt. Oda kell adni a személyigazolványt lepecsételésre. A lepecsételt igazolványoddal húzzál a bejárathoz. És az, a bejáratnál lesz egy entrance konzol, ahol érvényes, vagy le kell olvastatni a pecsétet a cuccmucról, hogy beengedjenek. Wunderbar. Na és ez az entrance point, ez majd valahol itt lesz. Bőrönd! Itt is van egy papír. Gondolom ezt is fel lehetett volna venni, hogyha nem vettük volna fel a másikat, de felvettük a másikat, úgyhogy ezt már nem lehet felvenni. Tehát itt alkotódott a sor, és itt pecsételtették le a cuccot. És valami miatt leszakadt a tető. Ez van. És ott lesz a... pipá! De a mondalomban már használhattuk, úgyhogy most már nem vicces. Másik papír. Azt mondja, hogy ezek a szabályok. Itt van, hogy vész esetén mit kell csinálni. Ez egy ilyen a kolonisztoknak kiosztott tájékoztató, hogy veszély, vírus, bármilyen betegség terjedése esetén mi a feladata egy-egy kolonistának, akinek van bejáratona. Itt van ez az érvényesítő cucc. Aha, Übermensch! Achievement unlocked. Aha, és ezáltal be tudtunk ide jönni. Szóval ez gyakorlatilag egy náci menedék. What? Mi a négyeshez megyünk. Anzug im Brandfall... Bazd meg. És akkor így a négyeshez megyünk le. Úgy ideje, ott a nyomkod végig mindet. Ez volt a denial. Most jön az anger, a dű. Egyszer csak kinyílt az ajtó. De ez vajon melyik emelet? A kettes, ahogy látom. Igen, mi a négyest keressük. Pinky, köszi a 46 hónapot. Máté Lechner, köszi a hetet. Bence, köszi a 14 hónapot. Itt is dolgoztak felmosolnok, én komolyan. Az egy kamera? Oké. Okay. Itt egy papír. Ez a kettes szinten... Aha, itt van gyakorlatilag, hogy mik a feladatok, amiket kiosztottak rájuk, és ebben benne vannak a nukleáris fegyverek felhalmozása, előkészítés, stb. Továbbra is Oroszország az ellensége Németországnak, és nem tudják, meddig marad pártatlan az Egyesült Államok. Katonai egység. Oké. Okay. Nézzük. Orbest
Hugo Neubauer, Chief Infantry Training. Aha, itt ilyen kiképzésre származó náci dokumentumok ezek. Ott vannak az újságban nyomai a robbantásoknak. És új programot akarnak kifejleszteni a katonai kiképzésre. Legalábbis így értettem. Mindenféle tervezés, meg a faszom tudja. Durva cucc ez amúgy. Ez egy Ein weiterer Tag in der Hölle. Remek. Remek. Ezek itt mind atomrakéták, meg azoknak a tervei, meg minden. Mi? Aha. Itt mindenki a valamilyen gabonán örjönk. Amit nem akartak megkapni. Egy gabona szállítmánnyal kapcsolatos. Amilyen meg van bolondulva mindenki, pedig rengeteg ideig hozzá se piszkáltak. Látjátok? Na, itt lehetett volna élvezni a Snyder Cut-ot. Én vagyok az. Ott vagyunk. Minket figyel a kamera, ami mozgásérzékelős. Elég modern technológiának tűnik ahhoz képest, nem? Ez egy diátadó cucc. Köszönöm szépen. Jaj, bassz meg! Tényleg kurva meleg. Köszönöm. Ha az ENIAC nevezetű amerikai számítógépnél 50 000 szer nagyobb teljesítményre képes számítógépet hozott létre, ez a professzor Kurt Hartmann, ezért kapta a díjat. Várjátok, akár vagyok, tetejét a kávénak, mert jaj, bassz meg! Oh, már sosem fog lehűlni. Meg vagyok. Ezek az emberek nagyon büszkék voltak ám arra, hogy németek. Mi ez? Jó, igen, ez valami. Nem fogom megpróbálni. Majd ezt. Oké. Okay. Várjátok már egy kicsit. Ó, te jóságos, hogy úristen. Na jó, kész, takarodj. A faszom hívott ide, bazd meg. Te jóságos atya ég. Elnézést. Na, szóval. Ez valami német relikviális dolog.
ide jön bazd meg, azt elkezd magyarázni, geci, meg mit tudom én, meg itt kér. Hogy vannak ilyen paraszt emberek Twitch-en, baszki? Oké. Okay. Van itt egy könyv. Ez egy... könyv. Oké. Okay. Elképesztő, hogy mekkora terek vannak. Ez így ha. Érdekes. Elég sok rakétájuk van. Azt hiszem, hogy mindet nem lőtték ki. Ez egy ilyen kulpitus, ahol valamilyen jellegű beszédet tartottak. Most bele lehet szólni a mikrofonba? Is anyone out there? Hello? Hi. What? Who's there? Hey kid, calm down. There's no need to get upset. Senki nem lett ideges. What do you want? Who says I want anything? You're the one who said hello. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. Mm-hmm. I mean, that's why you're here, right? Tehát azt hiszi ez a valaki, akivel beszélünk, hogy mi is ellátmányért meg cuccokért jöttünk ide, hogy feltúrjuk ezt a helyet. Pedig nem. Én valakit keresek. No. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here. Én sem. Hey, I can help you with that. I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. There are cameras, switches, and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. Tehát azt mondja, hogy valami vezérlőben van. Azt mondja, hogy valami vezérlőben van, úgyhogy tud segíteni nekünk megtalálni bárkit. How can I trust you? I don't know, just trust me. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. Oh, I didn't know that. See? We can even learn from each other on the way. So, will you help me? Hát segítsünk neki. I will help you. Tell me how. So, nem túl szimpatikus. I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Igen. Should be minus 2 if you ask me. Igen. Anyway, the room in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Tehát meg kell mentenünk az irányítóközpontból. I even open the door for you. Voila. So, I guess I should get going. Tehát el kell mennünk érte. Be careful out there. I... Did you want to say something? Nope. Never mind. Don't worry. Sometimes I forget what I wanted to say as well. Furcsának tűnik, olyan, mint hogyha nem ember lenne. So, if you see a microphone, you can say hi. Or whatever. Ez elég furcsa beszélgetés volt, borzasztó kínos. Volt nálam amúgy öngyújtó, de azt automatikusan gyújtotta meg, szóval... Azt mondta, hogy a kohón keresztül kell mennünk. Ez lehet a forge. Tehát ez a falak és egyéb dolgok sóból készültek, tehát abba vájták bele a helyet. Tehát mindenhol tele van hangszóróval itt a cucmuc, úgyhogy folyamatosan tudjuk hallgatni.
Igen, tehát az első szállítmányok azoknak, akik itt fognak lakni, azt mondja, fémből, fából és bőrből fognak állni, ezt fognak kapni, és azokat gyakorlatilag a vonatokból fogják kinyerni, amit arra használtak, hogy ide jöjjenek, mivel hogy nem lesz rá már szükség, ezért szétbontják őket. És újra hasznosítják az alkotó elemeit a vonatnak, hiszen nem kell már. Aha, és akkor így fog gyakorlatilag ilyen önfenntartóvá válni a cucc, hogy ugye minden gyártás, meg minden szaronatot kezdve innen fog zajlani. Ez pedig egy... Ez nem egy karakterlap, srácok? Nekem tökre úgy tűnik, mint egy karakterlap. Valakik szerepjátékoztak? Igen. Érdekes. Ott van egy kamera jobb oldalon. Fogalmam sincs. Egyiptomi, köszönjük a 38 hónapot. Bence, köszi szépen a támogatást. Köszi, haver. Mizsen a cipőcskéje van, figyelitek? Igen, Vadim, nekem is gyanús ez a jány. Ha itt lehet beszélni vele, beszéljünk vele. Hello? I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. No? What should I do? Do you see that crane? Igen. I think I can control it from here. Okay. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. Okay. That lever, you need to pull it. Jó, nyugi van, meghúzom. Nyik. Fuck. A másik arra gondolt itt erre. Jó, akkor leeresztette a rakétát. Mit tudunk még vele csinálni? Vajon most a másik kart lehet meghúzni? Simán lehet, meg akartam nézni, mi van itt emögött. Jó, most, hogy ez megvan. Látjátok ott fent azt a kamerát? Elméletileg azon keresztül figyel minket ez a hölgy. Látjátok, hogy folyton ránk néz? Fordul. Most van, meg lehet-e húzni ezt? Nem. Jó, akkor ennyi megvan. Akkor menjünk le, beszéljünk vele tovább. Hát elmondja, mi a következő lépés. Remélem, ez nem egy atomrakéta amúgy. Ha leesik, az nem lesz olyan jó. What are you planning to do with that rocket? Why do I need to focus? Watch out! It might blow up! It won't blow up! Don't! Are you alright? How did you know it wouldn't blow up? I didn't. So you risked my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there.
So I'll meet you on the other side. Tehát mivel mással döntenél be egy kibaszott ajtót, mint egy atomrakétát nekibaszol, hogy úgyse robban fel, remélem.